Jó napot kívánok, Szabó Andrea vagyok, a Péter Éve és Samu Mihály Általános Iskola kémia tanára, és ma a kémiai számításokat, vagy sztöhiometriai számításokat fogjuk venni. Tehát először is megtanuljuk, mi az a sztöhiometria. Azután gyakorlatilag azt, hogy hogyan kell helyesen kiegyenlített kémiai reakció egyenlet alapján ugye leolvasni a kvalitatív és kvantitatív információkat, és ezek segítségével hogyan tudunk sztöhiometriai számításokat végezni. Mi is az a sztöhiometria? A sztöhiometria az az ága a kémiának, ami a számításokkal foglalkozik. És gyakorlatilag azokkal a számításokkal, amelyekhez kémiai reakció egyenletek szükségeltetnek, tehát csak is kémiai reakció egyenletek ismeretével tudjuk ezeket a számításokat végezni. Nézzünk meg egy egyenletet, ami még gyakorlat nem egyenlet. Tehát amit itt látunk, hogy van egy nitrogén molekulánk, van egy hidrogén molekulánk, és van egy ammónia molekulánk. És látjuk, hogy felírtam, hogy van egy kvalitatív, vagy minőségi jelentése, és van egy kvantitatív, azaz mennyiségi jelentése. Tehát az, hogy ez nitrogén, hidrogén és ammónia, ez lenne a kvalitatív jelentése. Ahhoz, hogy a kvantitatív jelentést megkapjuk, rendeznünk kell az egyenletet, ki kell egyenlítenünk, azaz az atomok száma jobb oldalt és bal oldalt azonos kell, hogy legyen. Tehát erről van két nitrogénatom, erről egy, ahhoz, hogy erről is két nitrogénatom legyen, meg kell szoroznunk kettővel. Ha megszoroztuk kettővel, akkor ugye nem csak ezt az egyest szorozza a kettes, amit nem írunk ki a nitrogén mellett, hanem ez a kettes szorozza a hármast is, ami a hidrogénnek az indexe, és így 2×3, 6 hidrogénünk lesz a jobb oldalon. Hogy 6 hidrogénünk legyen a bal oldalon is, akkor az szükséges, hogy erről is a hidrogén kettes indexét megszorozzuk 3-mal, méghozzá hidrogén előtt. Tehát most már mondhatjuk, hogy rendezve van az egyenletünk, és a kvalitatív jelentés az, hogy egy nitrogén molekula, 3 hidrogén molekula, 2 ammónia molekula. És ez többféleképpen is értelmezhető, tehát mindig minőségileg azt értjük, hogy mi reagál és mi keletkezik. Tehát mi a reaktás, mi a termék, ugye nitrogén reagál, vagy egyesül a hidrogénnel, és ammónia keletkezik. Mennyiségileg mindig azt nézem, hogy hány mol, gram vagy részecske vesz részt a reakcióban. Ezt az együtthatók adják meg, amik a képletek előtt állnak. Ha nincs kiírva az együttható, azt mindig egynek olvassuk. Nem írjuk ki, de egynek olvassuk. Tehát ez alapján itt 1 mol nitrogén reagál, 3 mol hidrogénnel, és keletkezik 2 mol molekula, ammónia molekula. Milyen mennyiségek is ezek? Tehát a képletek előtti nagy számok azonnal mutatják az anyagmennyiséget, a mólok számát. Tehát 1 mol, 3 mol, 2 mol. Még egyszer mondom, ha nincsen szám a képlet előtt, ugye az egyes nem írjuk ki, de akkor is az 1 mol jelent. Hogyan tudjuk átalakítani az anyagmennyiséget tömeggé? Ezt tanultuk, hogy úgy alakítom át tömeggé, hogy a mólok számát megszorozzuk a moláris tömeggel. Moláris tömeget a periódusos rendszerből számolom, tehát bármikor ki tudom számolni, és így. 1 mol nitrogénnek a tömege, az lesz a moláris tömeg, tehát úgy kapom meg, hogy 1-jel, ami a mólok száma, most beszorozom a nitrogén relatív atom tömegét, és még megszorozom 2-vel, meg 2 nitrogénünk van, az ugye lesz 28 gram, mert a mólok egyszerűsödnek. 3 mol hidrogén tömegét úgy kapom meg, hogy ugye 3-val beszorozom a hidrogén moláris tömegét, az 3×2, össze-vissza 6 gram. Itt ugye 2-vel szorzom az ammóniának a moláris tömegét, és
ugye a moláris tömege 17, kétszer 17, 34 gram. Viszont részecskékben is számolhatunk. Részecskék számát, abszolút számát úgy kapom meg, hogyha mólok számát szorzom az Avogadro állandóval. Emlékeztek, az Avogadro állandó értéke 6x10^23-on, tehát egyszer 6x10^23-on, az 6x10^23-on, 3x6, ugye az 18x10^23-on, és végül ugyebár 2x6, az 12x10^23-on lesz. Tehát ez volt az elméleti bevezetése, és ezt kell most alkalmaznunk. Hány mol ammónia keletkezik 6 mol hidrogénből az elemek közvetlen szintézisével? Értelmezzünk el a szöveges feladatot. Tehát mi a termék, mi az, ami kiinduló anyagunk. Egyértelmű, hogy hidrogénből és ugye az elemek közvetlen szintézisével, tehát az ammóniában nitrogén és hidrogén van, tehát ők lesznek a kiinduló anyagok, és ugye az ammónia képlet NH3. Ki kell egyenlíteni, ezt az előtt már megtettük, tehát mostan ugye beírjuk a helyes számokat, kiírjuk az adatokat a példából. Keressük, hogy hány mol ammónia keletkezik, ha tudjuk, hogy 6 mol hidrogént használtunk el. Most felírjuk az adatokat, mindig van egy ismert adat és egy ismeretlen. Az alá, amire vonatkozik. Tehát az ammóniára keressük, akkor az ammónia képlete alá írom, hogy x mol. A hidrogén anyagmennyisége van megadva, akkor azt a hidrogén alá írom, hogy 6 mol. Ahhoz, hogy aránypáram legyen és tudjak számolni, az kell, hogy itt még egy sor adatot kiszedjek. Ezt az adatot fönt az egyenletből fogom kiolvasni. Mondtuk, hogy az együtthatók a mólok számát adják. Tehát egyenlet szerint 3 mol hidrogén, és ezt ide írom a hidrogén alá, ból fog lenni 2 mol ammónia, ezt pedig ide írom az ammónia alá. Tehát most már tudok aránypárt alkotni, és ugye ezt is tesszük, látjuk, hogy az arányosság mindig egyenes lesz nálunk kémiában, 6 mol aránylik az x molhoz, ahogy a 3 mol aránylik a 2 molhoz, kültagok, beltagok szorzata, ugye ezt matematikából tanultátok, és mondtuk, hogy ami az x-szel van összekötve, mindig az megy osztani. Tehát a 3 mol oszt, 6x2, 1 mol egyszerűsödik, és 6x2, az 12 osztva 3-mal megkapom, hogy 4 mol ammónia keletkezik. Következő feladatban az ammónia tömegét kell kiszámítani, és itt most a nitrogén tömege van megadva, de ugyanarról a kémiai reakcióról van szó, hogy a szintézis az azt jelenti, hogy egyesülés. Tehát nitrogénből mi is egyesül a nitrogénnel, ha ammónia keletkezik hidrogén, és megkapjuk az ammóniát. Rendezni kell, ugye tudjuk már, hogy erről 2 van, itt 2-vel szorozzuk, hogy egyforma legyen, 2x3 az 6, ugye erről is 6 legyen, a 2-t 3-mal szorozzuk. Kiírom az adatokat. Keresem az ammónia tömegét, meg van adva a nitrogénnek a tömege. Tehát mindig egy ismert, egy ismeretlenes kell. Tehát a keresendőt az ammónia alá helyezem, az ismert tömeget, ugye a nitrogén alá, mert arra kaptam meg, és most szedjük a második sort az egyenletből. Tehát, ugye mondtuk, hogy itt egyes van, tehát ez egy mol. Mondtuk, hogy a molt úgy alakítom át tömegé, azért kell átalakítani tömegé, mert ugye tömegünk van, és azonos mennyiségekkel tudjunk helyesen számolni. Hogy megszorozzuk a moláris tömegével. Tehát egyszer, ugye a 14 a nitrogén, szorozva 2-vel, azt megkapjuk, hogy az 28 gram per mol, beírom a nitrogén alá. Szükségünk van az ammóniának is a relatív molekula tömegére, ezt is már kiszámoltuk ugye a legelső táblázatba, és tudjuk, hogy az 17 gram, viszont mivel 2 mol van, akkor meg kell szorozni a mólok számával. Most már tudjuk felállítani az aránypárunkat, egyenes arányosságunk lesz,
Tehát azt jelenti, hogy kültagok és beltagok szorzata, ami párban van az X-el, ugye 28 fog osztani, 7x34 lesz a számlálóba, és lehet ugye 7-tel egyszerűsíteni, 2-vel is, a végén megkapjuk, hogy 8,5 gram ammónia fog keletkezni. Hány mol víz keletkezik megfelelő mennyiségű hidrogén és 0,1 mol oxigén reakciója során? Mit kezdünk ezzel a megfelelő mennyiséggel? Hát ezt a megfelelő mennyiséget nem vesszük figyelembe, mondjuk nekünk egy keresendő és egy ugye ismert adatra van szükségünk, az megvan. Tehát víz keletkezéséről van szó, víz hidrogénből és oxigénből keletkezik, tehát a hidrogén és az oxigén lesznek a reaktánsok, kiindulóanyagok, és a víz a termék, egyenlítünk. 2-2 egyenlőre jó, 2 itt 1 van, ahol kevesebb van, azt szorozzuk előtte 2-vel. Most már itt 2x2 4 hidrogénen van, tehát itt is meg kell szorozni 2-vel. Kiegyenlítettük, akkor kiírjuk az adatokat, ugye 0,1 mol oxigénünk van, és keressük, hogy hány mol víz fog ebből keletkezni. Berjük az egyenlet alá. Az oxigént alá a 0,1 mol, mert az oxigénre vonatkozik, az x mol a víz alá. Kiírjuk az adatokat az egyenletből. Ugye az oxigén előtt 1-es van, akkor azt jelenti, hogy 1 mol. A víz előtt 2-es van, az 2 mol-t jelent. Fölállítjuk az aránypárt, és kültagok, beltagok szorzata a már ismert eljárással, 1 mol megy a nevezőbe, 0,1x2 mol a számlálóba, 1 mol mol egyszerűsödik, és megkapjuk, hogy 0,2 mol víz fog keletkezni ebben a reakcióban. Hány mol oxigén lép reakcióba megfelelő mennyiségű vassal, amely során 4 mol vas 3 oxid, azaz Fe2O3 keletkezik. Tehát megállapítjuk, hogy a vas és az oxigén fog lenni a reaktáns, és Fe2O3 keletkezik, meg is van adva a képlete. Ki kell egyenlítenünk az egyenletet, hogy egyenlet legyen, tehát látjuk, hogy 2 oxigén van, erről 3 oxigén van, ami azt jelenti, hogy a közös nevezője, legkisebb közös nevezője a 2-3-nak a 6. 6-ban a 3 meg lesz 2-szer, 6-ban a 2 3-szor, tehát úgy szorzom, hogy a vas oxidot szorzom 2-vel, az oxigént 3-mal. Most az oxigének száma rendben van, vasé változott, 2x2 lett, az 4, tehát itten a túloldalon is meg kell szorznom a vasat 4-jel. Kiírjuk az adatokat, az oxigén moljainak számát keressük, a vasoxid moljainak a száma megvan adva 4 mol. Beírjuk az egyenletbe, megfelelő helyre. Ugye a keresendő az az oxigén alá kerül, a vasoxid adata pedig a vasoxid alá kerül. Az egyenletből látom, hogy ebből 3 mol van, mert 3-as van előtte. A vasoxid előtt 2-es van, tehát 2 mol lesz. Aránypárt állítunk, külső-belső tagok szorzata, és a 2 mol fog osztani, 4x3 mol szorozni, 1 mol mol egyszerűsödik, ugye 2-vel is még lehet egyszerűsíteni, és 2x6 az 6 mol oxigénünk keletkezik a reakcióban. Következő feladat, hány gramként reagál 28 gram vassal, ha vas 2 szulfid keletkezik? Ugye kén reagál a vassal, ők a termék, a kiindulóanyagok, a termékem az vas-szulfid lesz, itt nem adták meg a képletet. Viszont megadták, ugye, hogy 2 vegyértékű a vas, tehát felírom a vas fölé a vegyértékét. A szulfid, ugye az a kénre utal, kén a 16. csoportban van, tehát 2 elektron bírt felvenni, ugye, mert hogy a 8-ig bír felvenni, 6 már van neki, 8-ig bír felvenni, tehát ő is 2 vegyértékű lesz, ugye fém, nem fém, fém adja, nem fém fölveszi, közös többszörös lenne a 2, és az egyeseket nem írjuk ki, mert egyel kellene szorozni, ellenőrzik a jobb és a bal oldalát az egyenletnek, látjuk, hogy nem kell beszorozni, rendben van. Kiírjuk az adatokat. Kénnek a tömegét keressük, és megvan adva, hogy 28 g vassal reagál ki, átjeljük az adatokat, kén alá, ugye a
kénre vonatkozható, ez lesz az x gram, a vasra a vas tömegét, majd keressük az egyenletből a második sort az aránypárhoz. Amit látunk rögtön, hogy a kén előtt egy egyes szám van, tehát egy mol, de nekünk a tömegekkel, tehát rögtön alakítjuk a relatív atomtömeg segítség, vagy egyszer a kénnek a relatív tömege 32 és 32 gram lesz. A vasnak a relatív tömege 56, és már egy van előtt, egyszer 56 az 56 gram. Gyakorlatilag, ugye megvan minden adatunk, fölírjuk az aránypárt, ugye x a 28-hoz, az 32 az 56-hoz, kültagok, beltagok szorzata, és az 56 oszt, mert az van párba az x-el, elvégezzük a szorzást és az osztást, és megkapjuk, hogy 16 gram kén szükséges, ugye ehhez a kémiai reakcióhoz. Hány gram magnéziummal képes megfelelő mennyiségű klór 6 gram magnéziumkloridot képezni? Megvan adva a terméknek a képlete, tehát a magnézium a klórral, megint megfelelő mennyiségű klórt ír, tehát azt jelenti, hogy a klórt nem fogjuk számolni, ugye, semmiféle számadatunk nincs rá, viszont ugye megvan, hogy magnéziumkloridum keletkezik. Nézzük, hogyan állítanánk fel az egyenletét, a képletét, ugye, a magnézium a második csoportban van, tehát 2 elektront fog tudni adni. A klór a 17. csoportban van, tehát 7 vegyérték elektronja van már, és 8-ig ugye, bír fölvenni, tehát 7-től, hogy 8 legyen, kell még egy. Megnézzük, 2-t akar adni, egyet bír fölvenni, a legkisebb közös többszörös a 2, tehát 2 elektron fognak cserélni, mindkét elektront ugye egy magnézium adja, mert 2 osztva 2-vel az 1, az 1-es nem írjuk ki, 2 osztva 1-el az 2 klór tud majd fölvenni 2 elektront. Ellenőrizzük a jobb és a bal oldalon megfelelőek az atomok száma, tehát kiírjuk az adatokat, magnézium tömege, keressük, a magnézium klorid tömege 6 gram, beírjuk a megfelelő helyre az adatokat, magnéziumot keresünk oda az X-et, a magnézium klorid alá 6 gramot. Az első egyenletből ugye szerezzük a második sort, magnézium a lett egyes számon, tehát ez 1 mol, átalakítva moláris tömegé az egyszer 24 gram per mol, az 24 gram lesz, és itt is szintén 1 van, és tömegé kell alakítani, de itt már, mivel kicsit többet kell számolni, külön le is írhatjuk valahova, az oldal szélére, hogy a magnézium tömege az 24 plusz 35 és félszer 2. Tehát 35 és félszer 2 az 71, meg 24 az 95 gram per mol kapunk, ami azt jelenti, hogy ez 95 lesz. Aláhúzzuk, és fölállítjuk az aránypárt, és ugye most úgy csináljuk, ahogy már ugye rövidítve szoktuk, tehát ami az X-el össze van kötve, slégan, az fog majd osztani, és a másik kettő a számlálóba szorozni. És megkapjuk, hogy 1,51 gram magnézium szükséges ehhez a kémiai reakcióhoz. Utána van itt egy kicsit kacifántosabb feladatunk, ahol van szó, hogy ezen az ábrán adott adatok alapján ki kell számolni a mennyiségeket. Meg van adva, hogy a nitrogén és az oxigén egyesülés 46 g nitrogén-dioxidot ad, illetve utána ez is átalakul, ugye dimmeré, és gyakorlatilag ez hány mol lesz. Úgy kezdem el az egész feladatot, hogy fölírom a legelső egyenletet. Tehát nitrogén plusz oxigén keletkezik NO2, nitrogén-dioxid. Látom, hogy egyenlíteni kell, itt 2 nitrogén van, itt 1 nitrogén van, tehát erről szorozzuk 2-vel, 2×2=4, változott az oxigének száma, az oxigént is be kell szoroznom 2-vel, és most fölírjuk ugye az aránypárt hozzá, tehát azt jelenti, hogy ki kell számolnom a nitrogén tömegét, ki kell majd számolnom az oxigén tömegét is, az egy másik változóm lesz, és végül megvan adva, hogy 46 g keletkezik.
A következő sor természetesen az egyenletből veszem ki. A nitrogén, ugye 1 mol, tehát a relatív molekula tömege kell, ami 28 g per mol lesz, be is írom alá, illetve kell a nitrogéndioxidnak a relatív molekula tömege, az 2x46 lesz pontosan, ugyanannyi, amikor fölállítjuk az aránypárt, ugye megint X-be dolgozunk, ami össze van kötve az X-el, az megy osztani, fölötte a másik kettő szoroz, elvégezzük a feladatot, az osztás, szorzást, akkor 14 g-ot kapok. Tehát most, mivel tömegmegmaradás törvénye érvényes, akkor ugye úgy jön ki az egész, hogy 14 g plusz valamennyi lesz 46 g-om, tehát kivonjuk a 46-ból a 14-et, megkapom, hogy az oxigén tömege 32 g. És gyakorlatilag még itt a molok számát kell kiszámítanunk, ami azt jelenti, hogy felírjuk a másik egyenletet is, tehát NO2-ből lesz N2, O4, és 46 g-ból 46 g kell, hogy keletkezzen a tömeg megmaradás értelmében, tehát kibírom számolni a molok számát, tehát ha ez 46 g, átalakító képlet segítségével, ugye a tömeget elosztom a moláris tömeggel, a moláris tömeget úgy kapom meg, hogy 2 nitrogén plusz 4 oxigén, és megkapom a végeredményt, hogy ez 0,5 mol. Összegzésként elmondhatjuk, hogy először fel kell írnunk az reakció egyenletet, ki kell egyenlítenünk, ki kell írnunk az adatokat, majd a megfelelő helyre be kell írnunk az adatokat. Az egyenletből le kell vennünk ugye az adatokat az aránypárhoz, felírni az aránypárt és kiszámolni. Tehát ezt a sorrendet kell betartanunk, házi feladatra próbáljátok meg ezeket a feladatokat megoldani. Köszönöm szépen a figyelmet, jó tanulást kívánok, viszontlátásra!